Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek! Kívánunk. 8 óra van, és egy igazán inspiráló hölgyel folytatjuk. Szerintem Fancsikai Eszter nevét nem kell bemutatnom a social közönségnek. Jó reggelt! Nem Sziasztok. Akarok beszólni, vegamama, hát rengeteg mindent csinálsz, és most díjat is nyertél, a Joy Social Media Awards-on az ökoharcost te vitted el. Azért, aki figyeli a te munkásságodat, nagyon sok olyan hát tabunak számító témáról beszélsz a videóidban, a saját Insta oldaladon, aztán a hármatok Insta oldalán is, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Egyáltalán a te életedben ez hogy alakult? Tehát otthon ültél és azt mondtad, hogy már pedig én ezekről igenis akarok beszélni? Ez egy kicsit önterápia volt magadnak? Hát az volt, hogy én mindenkinek beszéltem erről, ha kellett, ha nem. Tehát kérdeztek tőlem egy valamit, hogy figyelj Eszter, mit tegyek a kajába, hogy mondjuk egészségesebb Igen. legyen, vagy fenntarthatóbb legyen az elkészítés, meg az egész módja, és akkor én tartottam egy ilyen másfél órás előadást, és akkor kiderült, hogy ez nem mindenkit érdekel. És akkor úgy voltam, hogy jó, akkor csinálok erre. Egyébként én egy YouTube csatornát csináltam először, és a mai napig csinálom, ez is Vegamama néven van egyébként. De ott már mindenről beszélsz. Ott már mindenről beszélek, mert közben várandós lettem, közben anyuka lettem, tehát bejöttek az ilyen anyuka témák is oda is, de alapvetően nálam így ott a fenntarthatóság, meg egészséges életmód ezek a fő irány. Ugye megnéztem az oldaladat, na hát követlek, és akkor mikor megkaptad a díjat, és annyira szeretem az, ezért kiírta, hogy ő milyen ruhában volt. Na, ami rajtam van ruha, ez egy 3 éves gönc, ezt egy second handbe vásároltam. Tehát ezzel is kicsit közvetítve azt, hogy igen, szóval ne gondoljuk, hogy ez most egy ilyen fancy és egy vadonatúj dologban pompázott, hanem ezt te nyíltan, ezt is felvállalod, hogy igen, te egy anyuka vagy, aki most egy kicsit azért kilépett itt a reflektorfényben, és nem ciki ez. Hát igen, sőt azt is felvállalom, hogyha valamit rosszul csinálok, tehát hogy én azt is mindig megmutatom, hogy mondjuk bevásárolok a piacon, amit csak lehet nyilván csomagolásmentesen, de aztán én is elmegyek egy szupermarketbe, és amit ott nem sikerült megvenni, azt ott megveszem, és azt is megmutatom. Ez lett volna az én kérdésem, hogy valószínűleg egy mihez képest ez egészen jól csinálható, tehát ahhoz a pazarló világ képest, ahogy élünk, egy kicsit azért magamat is beleveszem, annak ellenére, hogy a lányom nagyon sokat tanít ebben a dologban, és próbálom fölvenni ennek a ritmusát. Mégiscsak mondjuk összehasonlítva egy 20-30 évvel ezelőtti életvitelhez képest, jó felé halad a világ, vagy mindig van, aki nagyon pazarló, és mi ahhoz képest még mindig jók vagyunk, de azért mégis pazarlóak. Hát az az igazság, hogy sajnos nem tart jó felé a világ, szóval tök jó lenne, de ez nem mondható el. A 20-30 évvel ezelőtt sokkal kevesebb szemetet termeltünk egyébként, tehát hogy akkor nem is volt, már csak azért is, mert nem volt ennyi választék, nem volt a butikokban, tehát szezon szerint voltak ruhák, nem hetente új, és az előző meg már 70% akció. Hát igen, a fogyasztói társadalom azért kitágult, tehát én csak emlékszem arra, hogy mondjuk nagyanyám még az zacskós tejnek a zacskóját elrakta, mert az majd később jó lesz. Azt hittem más fogsz mondani, valami. Mert hogy én nem arra emlékszem, hogy egy zacskónk volt a bevásárló szatyor. Ha csak erre gondolunk, hogy hány szemetet dobunk ki, oké, hogy a szelektívbe, de hogy megtelik. Igen, és ezeket tök jó, hogyha tehát nekem is, én soha nem veszek el már zacskót sehol, évek óta, és mégis van, tehát hogy így beszivárognak a lakásba, és én szépen fogom, összegyűjtöm, és azzal megyek el, már se tényleg nem tudom, hogy... Ezek csak megjelennek a zacskókat. Igen, nyitom az ajtót, és így... Vannak a zokni ellopó, félpár zokni ellopó manók, és vannak a zacskók. Igen, ez a magyar embernek a sajátossága, tehát külföldön hol tudsz megismerni egy magyar embert? Tehát van a bőrönd, és van 3 zacskó nála, mert biztos, hogy abban van valami létfontosságú dolog, amit a repülőre. Hát van egy ilyen mém is, hogy minden háztartásban van egy zacskó, amiben van sok-sok zacskó. És ez nálunk sincs már. Számítottál erre a díjra? Egyáltalán nem. Annyira nem, hogy én ittam egy pohár bort előtte, és anyukaként ehhez nem vagyok hozzászokva, és ott esett le, hogy
remélem nem én nyerem, mert hogy egy ilyen nagyon magas lépcsőn kellett fölmenni. Hogy legyek föl. És ott volt egy pillanat, igen, hogy lehet, hogy ez nekem nem sikerülne, és aztán sikerült. De hogy amúgy tényleg nem számított. Nyilván az, hogy az ember díjat kap a munkásságára, vagy azért, mert valami mellé kiáll, az most már kötelez is téged. Mi a következő lépés? Ez egy kicsit meg fogja határozni majd a videókat, amit föltöltesz, a témákat, amiket előveszel? Hát alapvetően nagyon szeretném az étkezés részét hangsúlyozni ennek, hogy ott hogyan tehetünk akár azzal, hogy mondjuk a húsfogyasztást egy picit visszaszorítjuk, és én szeretek mindig úgy beszélni erről, hogy nem ilyen megszorításokat mondogatni, hanem mutatni alternatívát, hogy akkor valami nagyon finom húsmentes ételt elkészítek nagyon egyszerűen, és akkor elsősorban tényleg a YouTube csatornámon van az, ahol ezeket nagyon mutatom, hogy hogyan takarítok otthon kikevert ilyen ecetes tisztítószerrel, ami nem egy ilyen, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor én így sisakba is kevergetem a dolgokat, hanem összeöntök kettő dolgot, vagy hármat, és az kész van, és jó mindenre. Szóval, hogy ezeket próbálom ilyen nagyon egyszerűen, hétköznapian bemutatni. Tehát akkor is, hogyha mondjuk valóban az ember elmegy egy bevásárlóközpontba, akkor is tudjon ahhoz nyúlni, ami egészséges, mert azért választék van, tehát hogy most már azért tudunk választani. Nyilván az, hogy egy 2,5 éves gyerkőc anyukája, vagy nem tudom mennyire nehezíti ezt meg, őt mennyire tudatosan, ezt akartad kérdezni? Körülbelül igen. Hogy őt például mennyire tudatosan viszed ebbe bele? Mert például nekem van vegán ismerősöm, ők egyáltalán nem esznek semmilyen állati eredetűt, ők vegánok, viszont a nagyszülőknél, hát tudod, ez nem baj, csinálok csirkét. Tehát, hogy és ott ezt, tehát ott nem szólnak. Otthon meg kifejezetten vegán módjára étkeznek. Nálatok ez, te erre mennyire figyelsz? Nálunk is, ugye én vagyok vegán, meg a kisfiam, a férjem pedig nem, tehát hogy van mindenféle a családban, de ő alapvetően még abszolút azt eszi, azt is szeretné enni, amit én eszem, tehát hogy neki hát az és mindig meg kell mutatni, mindig ki kell cserélni. Őt más igazából nem nagyon érdekli. Egyéb dolgokban meg mosipelust használunk, és tehát használtan vásárolok neki is, magamnak is sokszor ruhát, amik a legtöbb esetben nem is használtak, tehát hogy egy csomószor címkés dolgokat lehet vásárolni. Mennyire feszíti ez szét az ember mindennapjait, amikor ömlik ránk valami olyasféle hatás a világból, hogy vegyél, sokkal egyszerűbb, hogyha készen megkapod zacskóba, csomagolva, vidd haza. Ehhez képest mennyi erőfeszítés megtartani ezt az életvitelt, vagy váltani akár? Én szerintem ezt lépésenként kell csinálni, és akkor nem az. Tehát, hogy tényleg mindig csak egy apró lépést kitűzi, hogyha az ember így mindent akar hirtelen, akkor biztos, hogy pár hét alatt besokal, mert akkor azt érzi, hogy most már semmit nem csinálhatok. De hogyha mindig csak viszek zacskót vásárláshoz, csak egy étkezésre odafigyelek, hogy mondjuk ne legyen benne hús egy héten, tehát tényleg az mondjuk, nem tudom, háromszor minimum eszik mindenki, azt remélem, jó szám az 21 étkezés egy héten. És akkor abból csak egy tényleg, amire úgy odafigyel az ember. És akkor ezt ilyen nagyon lassan hónapok alatt föl lehet építeni. Az meg, hogy az ember minél többet lát és minél többet tud, annál jobban szorong, az van sajnos. Meddig lehet ezt elvinni? Tehát a hátsó kertben, kis kinek, magas ágyásban kell zöldséget, gyümölcsöt termeszteni? Kelleni egyáltalán nem kell. Tehát, hogy minden ilyenre van egy csomóféle megoldás, hogy mit lehet tenni. Tehát, ha csak elmegy az ember piacra, azzal már rengeteget tesz a környezetért, is meg magáért is, mert valószínűleg sokkal kevésbé kezel dolgokat is talál, főleg, hogyha egy idős hölgynél úrnál vásárol meg dolgokat. Erről van sztorim. Rossz élmény. Rossz, igen. Ez a nehéz, hogy semmi sem készpénz, de vagy például egy apróság, és azt én is nagyon sokára csináltam, csak meg leiratkoztam egyszerűen a hírlevelekről, és kinyomtam minden reklámot, ami jött a social felületeken, hogy nem érdekel. És eljutottam egy olyan pontra, hogy nem jelentek meg ezek a reklámok, mert engem is csábít ugyanúgy, tehát hogy nekem is azt meglátok egy gyönyörű szép ruhát, és csak ennyibe kerül, hát persze, hogy meg akarom venni. Inkább nem, inkább kinyomom, és akkor egyszer csak majd nem jelenik meg.
Nyilván elképesztő népszerűségnek örvendetek, tehát hogy én szerintem ti magatok sem gondoltátok az, hogy ez lesz veletek külön-külön és együtt is. Ez a mindennapjaidban hogyan jelenik meg? Hiszen állandóan napra késznek kell lenni, állandóan ott kell lenni, friss tartalmakat kell föltenni, érdekesnek kell maradni. Azért ez egy nagyon fárasztó dolog. Fél, szerintem én eleve sem voltam annyira érdekes, úgyhogy... De miért mondod ezt, te nem mondod? Hát nem, most érted, hogy ott vagyok a gyerekemmel, így sütögetek. De szerintem magában az, hogy olyan témákról beszélsz, akár ugye a gyerekszülés után, a depresszió, a nehézségek, amik létező dolgok, szerintem az, ha már az ember bátor és őszinte, és kimer ezzel állni, az már egy érdekesség. Hát hány ember folytja ezt magába el? Hát igen, mondjuk sajnos valahol érthető is, mert nyilván egy hatalmas támadási felület, de ezt nem lehet erőltetni, tehát hogy ez csak akkor jó szerintem, hogyha természetesen jön. Tehát hogyha nem azt érzem, akkor nem fogom csinálni, vagy akkor nem fogok semmit csinálni. De kutatod az új témákat, akár a vegán részt, igen, vagy akár a visszajelzések alapján? A visszajelzések alapján igen, tehát azon gondolkodom mindig, mivel hogy pont, hogy nem akarok beleszólni, na köszönhetően engem nagyon sokféle ember követ. Ez nagyon fontos, hogy tök másképp kell kommunikálnom, mint az, akit azért követtek be, mert hogy ezzel foglalkozik. Uh-huh. Tehát nekem muszáj mindenféle opciókat kínálnom, nem csak a nagyon ilyen zero waste vagy hulladékmentes dolgokat. Erre figyelek, igen. Mik a leggyakoribb, de ugyanezt akartam kérdezni, igen, úgyhogy mondd. Mik a leggyakoribb kérdések, amik érkeznek? Hát nyilván a kisfiammal kapcsolatban az nyilván sokaknak nem tetszik, hogy mondjuk ő is vegán, és akkor az hogy jövök én ahhoz, mint az édesanyja. Miért? Hát mert nagyon sokaknak az a kép él a fejébe, hogy az egészséges étkezéshez kell hús, kell tojás, kell tejtermék, nem kell, de kell tudni, hogy hogyan kell egy teljes értékű ételt összeállítani növényi alapokon, ez viszont igaz, de ezt nagyon sokan nem látják, ugyanaz, hogy nem látják azt, hogy mit kap, csak azt, hogy mit nem kap. Ezzel kapcsolatban mondjuk érnek támadások, és egyébként így az anyaság a másik leggyakoribb, sőt a leggyakoribb az, amikor a nehézségeket megmutatom az anyasággal kapcsolatban, az nagyon tabu. És egyébként mi az a tabu téma az anyasággal kapcsolatban, amit látod, hogy ezt mondjuk az anyukák nem tudják egyedül megoldani, vagy a család nem áll úgy mögöttük, vagy nem beszélnek erről, és ilyenkor nyilván keresik azokat az információs csatornákat, ami akár te is vagy. Hát ez, hogy azt gondolják, hogy az anyukának mindig boldognak és kiteljesedetnek kell lenni attól a ténytől, hogy ugye milyen jó? és hogy igenis lehetnek rossz napjaink, rossz pillanataink, rossz időszakaink, az, hogy a baby blues vagy szülés utáni depresszió az egy létező dolog, azt rengetegen nem ismerik, hát megszületett a gyereked, akire vártál, akiért küzdöttél, és akkor ugye ilyenkor nagyon sokszor az jön, hogy hát másnak nincs, meg nem lehet, és akkor örülj annak, hogy neked van, ami igaz. Tehát a nap végén mindenki így zárja a napot, hogy úristen, de jó, hogy ez van, de azért közben hadd legyen már egy kicsit nehéz néha. Hát ha másra nem gondolunk, akkor az ember a saját szeretett szakmájára kell, hogy gondoljon, hogy mennyire szereti csinálni azt, amit csinál, de hát azért el kell jutni valahogy odáig, és ott vannak nehéz pillanatok. És abból meg még mindig haza lehet menni. Ezért tegyük hozzá. Eszter, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk a díjhoz, és kövess. Tessék meg a mamát, mert nagyon egyrészt vicces, görbetükröt mutat, de hát így van, ami, és azt gondolom a humor tehát ez egy olyan kellék az élethez, amitől könnyebbek lesznek. És csak döntögesd a tabukat, köszönjük neked. Köszönjük. Köszi nagyon. Puszi.